Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt az Exatlonról szakszerűen elemző műsorunk következő része. Sziasztok! És ez a 8. adás, ami miatt... Ez egy nagyon különleges adás emiatt is, de lesz még valamink. Amúgy a helyszín... rendhagyó. Egyébként ez a vezérlő, és ennyien dolgoznak azon, hogy hétről hétre ez a műsor eljusson hozzátok. Na de térjünk vissza, van szomorú dolog, ugyanis a világ és az országunk is bezárt, de mi... Emiatt nem tudjuk az aktualitásokat elemezni az Exatlonban, de gondoltuk, csalunk egy kis mosolyt az arcatokra, és egy új formátumot mutatunk be nektek. Így van, egy Exatlon tematikájú, egy Exatlon fókuszú. Felesz vagy Merszel jöttünk, és ha oda pillantatok a tévére, láthatjátok is, hogy kik is lesznek a mai vendégeink ismét, viszont van ott két üres szék, szerintem töltsük fel. Csatlakozzunk hozzájuk! Srácó! Halló! Szabad? Annyira szerettétek az előző epizódot, és imádtátok a vendégeinket, hogy ismét elhívtuk őket. Itt van velünk Lilla és Benő. Sziasztok! Sziasztok. Nagyon sokat fizettek ezzel. Ismét belevágunk egy tök új dologba, és Dani, légy szíves, ismertesd a szabályainkat. Szóval, mivel a heti aktualitásokat nem tudjuk, ezért úgy döntöttünk, hogy egy Exatlonos Felelsz vagy Mersz Edition-t fogunk kipróbálni. Ne jegyetek meg, nekünk is tök új lesz, úgyhogy együtt leteszteljük. A játékszabályok a következők lesznek. Van egy piros és egy kék kártyánk. A piros az a felelsz kártya, a kék a mersz kártya. Mindenki húzni fog egyet. Hát a feladat az lesz, hogy meg kell csinálni, vagy válaszolni kell a kérdésre, és ha netán nagyon kínos a kérdés, vagy nem szeretnél erre válaszolni, illetve nem szeretnéd megcsinálni a feladatot, akkor húzhatsz másik kártyát, viszont azt utána nem lehet skippelni, azt mindenképp meg kell csinálni. Pofon egyszerű, Exatlon tematika lesz. Szerintem kezdjék a hölgyek! Szerintem is. Felelsz vagy mersz? Bemelegítésnek legyen egy felelsz. Igen? Azt gondolod, hogy ez könnyebb lesz? Hát nem. Tudni csak a szín miatt, mert az bajnok igen, szín. Igen. Na halljuk, mi lesz a kérdés? Melyik a legbizarrabb, legfurcsább viselkedés, amit láttál valamelyik szereplőn? Egy nevet kell mondani indoklással. Újjúj. Szerintem az volt a legdurvább, amikor Franci beleküldött egy hatalmasat a faháznak az ajtajába. Király volt. Hát, az legendás lett, abból lett mém. Franci azzal meg lett bélyegezve, hogy ő a faház bikája. De hát az nagyon... Én úgy megijedtem, hogy... Ja, te test közelből láttad, most jut eszembe. Igen. Hú, hogy milyen volt? Sokkolt? Nagyon. Nagyon durva. Ne tértem magamhoz percekig, úgyhogy nekem ez tényleg brutál volt. Benő, neked van valami különleges szokásod? Szerinted, amire furcsán nézhettek a többiek? Nyitott szemmel horkolt. Szerettem a mi teszereimet nyomkodni egy kicsit. Nem pont ilyenek. Nem hiszem, hogy mindig van valami. Mindig valami tartogat. De egyébként úgy nem, tehát... Nem. Viktornak a műzlievése, gondolom, az fura volt. Igen, tehát azt még fel kell dolgozni. Na jó, van, lépjünk tovább, Benő, te jössz. Felelsz vagy mersz? Hát most hogy néz ki, hogyha pirosat húzok? Hát igen, jogos, nagyon szép. Na nézzük, mi az. Ne olvasd el, így egyből mehet is, olvashatod. Az Exatlon egy drámai műsor, énekeld el a főcíméből a kórus részt. Jézus! Na, tehát Isten, én megfogadtam, hogy amit húzok, az megcsinálom, de akkor én most a mentő kérdéshez folyamodok. Komolyan? Igen, tehát nekem a süsfelnapot is megalázó volt ott elénekelnem kint a parton. De amúgy meg gitározol, meg így a hangszerűsorban, de hogy az ének az nem? Szeretek, de tisztában vagyok a képességeimmel, és ezt most hanyagolnám. Jó, teljesen megértem. Egyébként szerintem ezt én is skippeltem volna. Akkor viszont akkor válaszolnod kell. Akkor viszont akkor bármi van. Bármi van. Valamiért nem, nem félek ettől. Igen, fúj, piros. És ezt akkor a Jaj. Aha, az aljára. Segítek. Na, mi lett? Jó, hát mit utálsz legjobban Gelencsér Timiben? De Benő egy őszinte gyerek egyébként, ugye? Igen, úgyhogy várjuk. Hát
De ki mondta, hogy utálsz benne bármi? Ja, tényleg egyáltalán. Ja, ne, hát valamit. A legjobban, tehát valamit mondani kell. Hát, Timi egy tünemény, de ami a száján néha kijön kérdés, tehát így égnek áll a szőr. Vagy a hajad, szőr. Igen. Igen. Szóval mire gondolsz itt, tehát, hogy azt szeretem, a pálya amikor... után eleve ott lihegsz, meg így el vagy fáradva, hát nyilván ez a feladat, ez a munkakörre, hogy ott kell interjút készíteni. A kedvencem volt, amikor saras volt a torkom, tehát a világomról nem tudtam, tehát szó szerint egy ilyen földi pusztulattal voltam egyenlő, és akkor meg ott bombázott 6-7 kérdéssel. Persze ez a dolga, tehát itt szeretjük a Timit. Benni, te jössz? Mit adhatok neked? Mit adhatok egy piros, neked? Egy kék. Én is nyomok egy pirost kezdésnek. Hát remélem, jó. Nagyon kíváncsi leszek. Melyik a legjobb pasi a versenyzők közül? Egy nevet kell mondani. A legjobb a kiestek. Jó, smúz. Nagyon gáz. Most ez szerintem ez pont nem az én kérdésem lett volna, de ha mondani kell egyet, inkább nem mondhatok lányt. De nem. Azt sem mondhatok. Jó, hát figyelj, Ákos nagyon bika. Ha én lány lennék, és mondjuk szeretném az ilyen nagyon kemény csávokat, akkor Ákos az... Hát én is kérdésre fogok válaszolni. Micsoda, piros? Aha, pirosat húzunk. Melyik versenyzőnek adtál volna a nyereményből, ha te nyered meg? Egy nevet kell mondani indulással. Egyébként nem hiszetek el, de én ezen gondolkoztam. Ez így lejátszódott a fejemben. Tudom, hogy ez ilyen nagy képűség, hogy erre, hogy egyáltalán a döntő is felmerül benned, de azt gondolom, hogy kellenek céloknak lenni. Én nem úgy azzal mentem annó, hogy én szeretnék a döntőig eljutni. Mondjuk ehhez elég reális esélyeid is voltak. Csak kicsit vadul közlekedtél a pályán. Kicsit vadul, igen. Lehet, nem tartottad azt volna menni. Szóval én Bálintnak adtam volna, képzeljétek el a nyereményből, és én lehet, hogy olyan formában, hogy nagyon szeret fényképezni, szóval ha Instagramon követitek, van egy ilyen kis művészi vénája, és tudom, hogy vágyik nagyon egy fényképezőgépre, és azt gondoltam, hogy ha megnyerem, akkor neki mindenképp fogok venni egy új gépet, egy ilyen eszközt. De cuki. Ez ott többször is járt a fejemben, hogy biztos, hogy ezt csinálnám. Erre most nem is volt nehéz válaszolnom, pedig egyébként egy nem is egyszerű kérdés. Na, hát köszönjük, így néz ki, Benni. Egy kör. Így néz ki egy kör, és hát pörögjünk tovább. Igen, szerintem most mindenki az ellenkezőt kéne, hogy húzza. Ó, legyen az! Na, akkor most jöjjön az, hogy mindenki, igen. Ja, de akkor mindenki merni fog? Nem. Nem, nem, nem. Én eleinte kéket húzom. Igen, Benő majd válaszolni fog. Na, úgy, nézzük, Lilla. Lilla, lássuk. Vagy halljuk. Az Exatlon sportverseny, mutasd, hány kockád van. Atya úristen! Hát... És hogyha elmondom, hogy nincs sok... Ez nem mondás. Rakjunk be fényképet, mit szólsz? De akkor el kell küldened nekünk egy fényképet, amit kitehetünk ide. Azonnal küldöm, hogyha ez opció. Na, akkor ti már most itt látjátok is, hogy Lilának hány kockája van. Azt a mindenit! Nem hittem volna! Mind a hat? Úristen, mind a hatot! És mennyire kidolgozott, elképesztő. Amúgy mennyi a maximum? Maximum az 8. Nincs limit. Szerintem 8. És ha valakinek van 5-10 kockája, van volna. Szerintem nincs. Biztos, hogy van valakinek ilyen testi elváltozása, hogy nem mondja. Teljes Benni. Köszönöm. Felej hát. Akkor az... Az a piros. Az a piros lesz. Fúj. Nagyon várom, hogy valami nagyon jó kérdés legyen. De hát csak jó kérdések vannak. Volt-e beceneved a műsorban, és melyik a legkínosabb becenév, amit eddig kaptál? Hát én eleve becenévvel szerepeltem a műsorban, ugye Benedek az igazi nevem, nem tudom, nem volt nehéz kitalálni, és őt ugye Benőnek becéztek. De Benőnek, de hogy más, valaki szólít Benőnek egyébként? Bármint, hogy korábban is hívtak Benőnek? Igen, olyan fele-fele arányból voltam Benő és Benedek, de hát Laci szájából is könnyebb kihallani, hogy Benő, főleg amilyen gyorsan szokott beszélni és pörgősen. Ja. Tehát nem volt bajom a Benővel. Igen, és a másik... Kínos. Eddig legkínosabb becenév, amit kaptál. Hát ott egy kolumbiai Sejem Rambot olvastam az Instagram posztokon, hát azt nem tudom, nekem szánták-e, amikor volt az a kis konfliktus. Még egyszer. Tessék. Még mi volt? Kolumbiai Sejem Rambó, tehát érdekes. Szerintem kínos becenév az...
De amúgy se vennéd magadra. És várja már, amikor játékvezetőként mi volt az ilyen, olyan, ami nem nagyon-nagyon obszén, mi az, amivel így... Vagy mi az, amit eleve a játékvezetők kapnak ilyen, amit így minden meccsen megkapnak, de is volt-e valami és nagyon... És ne legyen obszén. Hát ugye a szülői ágot azt igen, igen azt... szeretik célozni, de egyszer volt, hogy talán negyedik, ötödik perc lehetett, akkor egy partjázó volt, valaki beböfogta, hogy patkány. És akkor az úgy megtetszett a falunak, és akkor rontották a 90 percig még, hogy patkány, patkány. Ami azért jót ez az ember önbeslésének, nem? Nem volt rossz. De lehet, hogy csak aznap adták le a lecsót a tévében. Ja, és igazából ez egy bók lehet, volt. Lehet. Nem valószínű. Benni, te jössz. Hogy egy kéket. Na várj, ezt tegyük alá. Ja, akkor meg is kapod a felső kéket. Na, sokan az Instán követik a versennyel kapcsolatos történéseket. Olvasd fel 3 kommentet az utolsó Exatlonnal kapcsolatos Insta posztod alól. Hoppá. Insta posztom alól. Az enyém. Jó. Van egy... Vagy mi, amin mondjuk én is szereplek? Hát a legutóbbi az, amikor te, Dave, meg én ja, igen, vagyunk, igen, igen. És az utolsó 3? Nem, 3. Ja, az utolsó 3. Hú, de jó, mind a 3 hosszú. Ezek a poénok még mindig nem viccesek. Dani meg állandóan Dave szájába adta a szavakat. Ha hagyják végigmondani, meg hümmögni, dupla ennyi ideig húzott volna a beszélgetés. Szerintem Dave amúgy rohadt vicces volt. Meg úgy, az egy nagyon jó műsor volt, jól éreztem magam. Szóval neki nem tetszett a műsor. Na jó, neki nem tetszett, hát... A következő, nagyon várom már nekem eddig az összes videó tetszett, 2C-vel. Az új The Big Fam csatornán nagyon ügyesek vagytok, szívecske. Köszönjük szépen, és iratkozzatok fel a csatornánkra, ha már pont szóba esett The Big Fam YouTube csatorna. Így van, és a harmadik, a medálleves receptjét megkérdeztétek? Engem nem nagyon foglalkoztatott. Engem nagyon-nagyon foglalkoztatott, érdekelne nagyon. Szóval 5-ször nagyon. Nem, azt nem kérdeztük. Azt nem. Az nem is érte, az nem is tudom, mi volt. Én sem tudom, az mi volt? Hát Dave így hívta, mert hogy elég sok medált zsebelt be, és hogy elnevezte ezt, hogy van egy medálleves. Értem. Annak van egy receptje, és ő azért nyeri meg mindig a medált. Wow. Na lássuk az enyémet. A versenyben is fontos a kommunikáció. Hív fel a 6. embert a híváslistádból, és mondd neki, hogy sokat gondoltál rá, miközben a műsorban voltál. Jézusom, ez kire... Aj. Hát ez nagyon necces. Vagyis hát nem ez nagyon, nagyon necces, vicces is lehet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát akkor én ezt ki is hangosítom szerintem. Halló? Figyelj már, öcsém, csak el szerettem volna mondani, hogy rengeteget gondoltam rád, amikor az Exatlonban voltam. Most forgatok, majd visszahívlak. Szia. Ezt a bunkót, hogy így kinyomott. Na jó. Itt vagyok. Úristen, ez amúgy egy nagyon szerencsés, mert eléggé körbe lett volna lőve. Lehetett volna, nagyon vicces is, úgyhogy ezt megúsztam. Majd legközelebb. De majd legközelebb. Jön ez még. Benni kihívott. Hogy lehet ilyen komolyan feltenni ezt a kérdést? Senki amúgy. Jaj, Lila, te jössz. Most már valami... Most már protokoll, nem, amelyik egyszer beleszavarodtam. Majd a következőben lesz protokoll. Majd a következő lesz mondjuk kék. Bárcsak most ott volna. Bárcsak kéket húztam volna, fej volt. Szóval... Mit utálsz a legjobban Palik Lászlóban? Júj! A főnök. Nem nézem. Hát, igazság szerint... Jaj, ne! Akkor ne igazság szerint. Nem, egy kicsit irritatív nekem az, ahogy, és ijesztő az, amilyen beleéléssel mondja, hogy behúztam. Az a legjobb. Ja, végig, amikor behúztam. Ne haragudj, Lila, de a legjobb tulajdonságát mondtad most. A már. Superhero landinges, ahogy bele tud élni magát a Laci játékba, szerintem az elképesztő, és nézni is jó. Tehát, fanatikus, nem? Igen, úgy pontosan. Úgy fogalmazni. Mint hogyha a legnagyobb rajongója lenne a műsornak a szerintem Laci. Ő jó, is a legjobb. Jó, amúgy aranyos. De amúgy szóval értem, hogy mire gondolsz. Tehát, hogy, ijesztő. Hogy olyan nyersen, ijesztően tudja igen, ezt csinálni, hogy, megijedek, hogy egy lánynak ez simán lehet ijesztő egyébként. Igen. Pláne, amikor valaki kiesik, akkor körülbelül lehasal a földre, és úgy mondja, hogy vége. Finito. Olyan, milyen hangja van meg minden. Finisim. Úgyhogy... Igen, tehát az az orgánum, ami kijön belőle, és nagyon passzol. Mert ilyen az Exatlon! Na Benő, rakd oda. Melyik volt az éneklős? Az Mersz az piros. Volt. Az Mersz. Szerintem Mersz volt. De most meg látj, de az már biztos nem lesz. Nem tudom, nem akarlak rábeszélni. Na, azt tudja, jó lesz, vágod. Ez fixen jó.
A sportban vannak nyertesek és vesztesek. Tedd ki Instára, hogy egy lúzer. Ne! Hát! Jaj, ezt a kártyát az Benny írta. Micsoda? Nem. Jó, hogy ezeket ti találtátok. Nem, de hogy mi nem láttuk. A vannak nekik nagyon jó segítünk. Stúdióban láthattátok is őket. A producerünk. Egyik képet rólatok lehet. Azzal a szöveg, hogy lúzer vagyok. Figyú, igazából ez nem volt megkötve, de arra gondolj, hogy lehet, hogy Benninek például a gaming részről jön a Kinder Commando, és nagyon szétszed. Azok elég erősek. Azok nagyon komolyak. Az ön betyár csapat. Az ultrák. Benni ultrái jönnek, jaj. De szerintem egy fekete képernyővel csak így ragl az asztalra, és hogy lúzer vagyok. Hát. Akkor meg el is hiszik. Hogy lehet új sztorit kitenni? Tényleg ezt amúgy akartam kérdezni, hogy a social media előtte így jelen volt az életedben, vagy csináltad aktívan? Nem voltam akkora Instagramos, tehát a gázabb képeket, mikor bekerültem, gyorsan leszettem. De a leggázabbakat meg még a jelentkezés előtt. Igen. Amik meg így fölmaradtak, azok így egynek elmennek szerintem. Aha. Nagyon jó. Lehet majd esetleg ízelítőt kapni ebből a nagyon gáz kollekcióból? Most nagyon benne van a sztori. Van egy olyan érzésem, hogy rólam is lett. Dani, ne haragudj, de homályos lett. Ja, nem haragszom, léci. Benni, te jössz! Mit fogsz választani, kéket vagy pirosat? Hát kezdem, ha kék, azt max lesz belőle piros. Azt max lehet piros lesz. Mi? Az Exatlonban fontos a koncentráció. Mondd ki visszafele azt, hogy Palik László. A kártyát nem nézheted. Tovább, te ne tud. Olzsál. Oh! Gyerünk, 3, 2... Kill up. Igen, na most egyben még egyszer. Ozsál... Kill up. Jó! Úristen, de ügyes vagy! Na, az a gyom végig az összes. Dani és a nagyon technika. Szép volt. Most tényleg voltak ilyenek, és eddig nem mutattátok nem. meg. És, de sőt, most bármit be lehetett volna állítani. De zsír. Óriási voltál. Na Dani, az utolsó mindent eldöntő. Kinyomod Lira? Jó, azt meg kell nyomni ilyenkor? Igen. Na, mi legyen szerinted, Benni? Na Danikám, az utolsó. Legyen egy kérdés. Kérdést választok. Mi volt az, ami miatt sírtál a műsor alatt? Amúgy egy csomót sírtam egyébként. Leginkább egyébként a kedves családom hiánya volt az, amiért nagyon sírtam. Meg egyszer, hogy kiömlött a csili. Júj. Ja, hát ez benne van egyébként. Titanicot néztem. Nem. Igen, egyébként a sérülésemnél ott nem is sírtam. Ott ilyen keménynek szerettél volna tűnni, vagy nem fájt annyira amúgy? Fáj, de ha ilyen fájdalom van, akkor nem sírni szoktam, hanem szimplán fáj. Uh-huh. Van, tudom, inkább ilyen érzelmi vonalon. Csúrannak ki a könnyeim egyébként. Fájdalom. Tűrésem az elvileg jó. Egyébként, hogy a Mankóval nem volt úgy nehéz távozni a versenyből. Tehát ott sajnáltalak... Mondjuk az kidörzsölt egyébként, igen. Hát ja, miért hazaértél? Homokba mankózni, amúgy egy rokkantat homokba mankóztatni egyébként. Nem ez kihívóként jöttél, és pokként távozott. Szerintem akkor ez egy szenzációs végszó is volt a tv2.hu nézői számára. Viszont folytathatjátok a The Big Fam YouTube csatornánkon az extra bővített kiadás műsort. Na ugye folytatjuk a Felelsz vagy Mersz játékunkat, és hát Lilla kezdi megint a kört. Mit választasz? Kéket. Hát igazolsz kék de oldalra? Dehogy is, csak most ez volt közelebb. Júj, hűtlen. Na, arra én kíváncsi ez jó vagyok. Lesz. Lacival kapcsolatos? Nem, mik ezek a... Az Exatlonnak van egy főnöke. Hívd fel Palik Lászlót, és kérdezd meg, hogy mennyire elégedett veled. Megvan a száma? Nincs. Megadjam? Benő neked? Nekem, Lacinak. Pont megvan a száma. Azt ekkora mázlit. Viszont megadjuk az esélyt, hogyha esetleg nem érjük el, mert... Szerintetek felveszi? Szerintem nem fogja. Hát ott reggel 5 óra van. Lillának? 6. Nem, visszább van. Vissza. Ott most negyed hat van. Ja, délután? Ó, aha. Hát akkor... Simán benne van. Na nézzük. Hú, lehet, hogy még el is árul valami kulisszatitkot, hogy éppen... Biztos nem? Biztos elmondja, biztos. Hogy... Mi nem halljuk? Jó napot! Jó napot!
Jó napot! Jó napot! Laci, valaki szeretne tőled kérdezni valamit. Egy kérdés. Szia, Laci, Szendi Lille vagyok. Nem tudom, hogy emlékszel-e még rám, nem régiben kiestem a műsorból, és egy nagyon-nagyon gyors kérdésem lenne, hogy mennyire vagy elégedett a játékommal? Merje. Most a kettőnk közötti beszélgetés, vagy ez egy felvételre tört? Ez az Exatlonról szakszerűen, és egy új formátumot, egy felesz vagy mersz játékot játszunk, és Lilla azt a feladatot kapta, hogy ezt meg kell tőled kérdezni, úgyhogy nagyon sokan hallgatnak, és várják tőled a választ, hogy mit gondolsz Lilla játékáról. Gyerekek, hát kicsit igen. Szia, Laci, egyébként. Egy új fejezet az Exatlon titkos könyvében. Belesaladtam egy telefonhívásba, amit nagy nyilvánosságnak gondoltatok szállni a válaszomat. Még jó, hogy szobatista módon válaszol. Benne volt, hogy nem veszed fel, de örülünk, hogy halljuk a hangodat. Igen, nagyon örülünk neki. Én meg annak nagyon örülök, hogy a tiédet hallom. Egyrészt jól megy. Az enyémet? Mert hogy itt van Benő is. A tiédet Benedek, nem a Lilla érdekel, hogy jól van. Megértem. Ja, hogy én? Hát én köszönöm kérdésed, Daci, nagyon-nagyon jól vagyok. Jó a társaság, jó a hangulat, úgyhogy maximálisan jól vagyok. És örülsz, hogy kint voltál velük? Nagyon, nagyon. Ez egy ilyen felejthetetlen élmény és kaland. Nagyon jó. Hát akkor válaszolok a kérdésedre, jó? Nekünk is az volt, nekünk is az. Én azt gondolom, hogy aki egyszer ezt megélte, az örökre már egymás szemébe kacsintva megélte együtt az Exatlon, tudjuk, hogy miről beszél. A kérdésedre pedig hadd válaszoljak nagyon világosan, hogy elégedett voltam-e a játékokkal. Egyrészt ki vagyok én, hogy elégedett vagy ne elégedett legyek, de a véleményemet természetesen el fogom mondani. Másrészt én azt gondolom, hogy abból, amit a nézettségi adatok mutattak és mutatnak, a te játékoddal, a te versenyeddel, a te küzdőszellemeddel mindenki maximálisan elégedett volt. Azaz a nézők voltak elégedettek, és ők az egyetlen mérvadó értékelő, ugye, amikor egy tévéműsorról beszélt. Kettő, hogyha a személyes véleményen vagy kíváncsi, akkor na, arra volnék kíváncsi. Az összes ember, az összes sportember, aki valaha részt vett ebben a műsorban, a számomra hős. Amit ti tudtok, amit ti csináltok, amit ti kibírtok, és amit ti végigcsináltok, és amit te végigcsináltál, az példaértékű szerintem. Sok-sok felnőttnek és gyereknek mutattok példát, méghozzá jó példát az életetekkel, a teljesítményetekkel. Szóval én csak a legnagyobb elismerés hangján tudok nyilatkozni, de még egyszer ki vagyok én. A néző mondta azt rólad és rólatok, hogy nagyon szerethető hősök vagytok. Köszönjük. Nagyon szépen, Laci. Köszönjük, Laci. Nagyon jól esett, dicsérő köszönjük. Dicsérő szavakat, vagy hát Lilla nevében is. És köszönjük, hogy felvetted nekünk a telefont, és még mindig válaszolsz a nagyon jó kérdéseinkre. Köszönjük szépen. Köszönjük, Laci. További jó munkát. Szia. Szia, Laci. Szia, Laci. Jó nyaralást, és jó munkát. Ez egy nagyon jó rész volt. Nem, nagyon bátor. Valahogy. Én nem mertem volna. Amúgy beszélni. Hát, ja. De jó volt hallani megint. És mindig valami nagy bölcsességgel mindig. Igen. Meg tudja mozgatni a... Amit. Benő mit? Benő, jó volt hallani Lacit megint? Igen, olyan megnyugtató orgánuma van. Na akkor húzz egy kártyát. Melyiket húztam többször? Szerintem. Szerintem a kéket húztam. Igen, akkor piros lett. Legyen piros. Az a felelés, ugye? Igen. Aha. Melyik a legjobb csaja versenyzők közül? Egy nevet kell mondani indoklással. Hoppá! Hát jelenleg kis Franci van, a Lilkó Janka, meg tőlünk. A Lilla kiesett. Én szerintem a Lilkót mondanám, de... Mi az indoklás? Na, mi az indoklás? Azt mondja... Te olyan kis, jó kis, alacsony, és olyan... Hát szépen mosolyog.
Ez fontos, igen. Igen, igen. A mosoly az, igen, az nagyon fontos. A igen. Tehát, hogy nem lehet mosolyogni, hogyha valakinek rohad a foga. De hogy ne lehetne? Lehet úgy is mosolyogni. De az nem mosolyog. De Lilko mondjuk nagyon tud mosolyogni, azért esztétikai sportágban is, ott fixen, hogyha szenvedsz és fáj, akkor is mosolyog. Persze. És ez a mosolya tetszik, vagy amikor a, nem tudom, volt összekacsintás ezek szerint, és rád mosolygott? Hát volt, hogy összenéztünk, de szerintem a Lilko mindenkivel megtalálta a közös tekintetet, ha szabad így fogalmazni, vagyis szabad ilyet mondani. Különösebb nem volt. De hát most csak válaszoltam a kérdést. Nagyon köszönjük szépen. Minden alkalommal imádom a válaszaidat. Hát egyébként. Ki az a szereplő az Exatlonba, akivel többet is el tudnál képzelni? Mire? Vajon mire gondol, mire gondolt a költő? Tehát, hogy most az, hogy elmentek még betonozni pluszban? Vagy nem tudom. Hát, hogy értelmeznéd a kérdést? De nem az ő kérdés. Az is igaz. Én érzelmi szempontból közelítem. Lilla, szerinted is? Én sport oldalról közelítem meg a kérdést, és én ezért úgy gondolom, hogy az Andri sportja nekem nagyon tetszik, és hát vele többet is el tudnék képzelni, mert ők megmutatja, hogy ez hogy is van. Viszont az a videó címe már megvan. Hogy igen, jól megvertek. Andrissal többet is el tud képzelni. Elég furcsa értelmezésmód, szerintem nem erre voltak kíváncsi. Én biztos, hogy húztam volna le. Szerintem... Felejtem mindig, hogy van másik opció. Én húztam opció. Volna egy MERS kártyát, és lehet, hogy ebből indulok ki, és most ezért kezdem egy MERS kártyát. A versenyben is fontosak a szurkolók. Ír vissza az első Exatlonos Insta posztod alatt lévő első kommentelőnek. Na szóval az első komment, az első Exatlonos posztomnál Cili Bencsics írta, hogy nekem fog szurkolni, és mit kell neki visszaírni? Szia. Mit köszönöm. Neki? Szia, nagyon szépen köszönöm. Várjál, megírom neki, hogy... Szerintem Benő találja ki azt. Ó, tényleg. Ne. Mondta, hogy Dani, légy szíves, visszakövetsz? Ért, hogy nem. Tudtam, hogy belőnek ez fog tetszeni. Szia! Opa! Szia, nem. Szia! Cső. Szia! Köszönöm a szurkolást. Nagyon közhelyes leszek. Nem tudsz olyat írni, ami nem közhely. Igen. De, hát, ha megnézik, írd azt, hogy nem. Az nem lesz közhely. Nem írok neki, de küldök neki egy képet még. Benőről. Az viszont tuti váratlanul fogja érni. De csak válaszolnod kellett kommentben, nem? Hát ő túltalja. De hát így jó, látod, ennyire. Ennyire jó fej leszek. Na jól van. Na, következő. Most egy izgi kör lesz, én úgy érzem. Most megnéljük. Mert eddig nem volt az. De most nagyon. Ilyen mindenkinek fúnándulva. Na Lilla, húzz egy kártyát! Megpróbálkozom a pirossal. Jó, lássuk, mi lesz, reméljük, hogy vicces. Mit utálsz a legjobban Gelencsér Timiben? Uh-huh. Alapvetően nincsen olyan tulajdonság, amit így kifejezetten utálnék, meg ki tudnék emelni, hogy legjobban utálom. Úgyhogy az viszont tényleg, hogy nagyon rossz az időzítés. Így közvetlenül futam után, és olyan kérdéseket tud föltenni, sőt nem is feltétlenül kérdést tesz föl, hanem elénk jön egy állítással, és akkor azzal úgy nem tudok így hirtelen mit kezdeni. Úgyhogy annyira nem ismerem Timit egyébként, hogy ilyen jobb vagy még rosszabb tulajdonságait. Nem ismered annyira. Micsoda? Hát, hogy nem is ismered annyira, hogy utálhasd. Hát igen. De tőle, amikor így nyalogatod a taknyalat még az orrodban. Mármint, hogy én. És akkor még megjegyzi, hogy Lila nem hoztál pontot, és több nap óta nem megy. Vág, és az a baj, hogy igaz. Ja, meg lihegsz, mint egy kutya, és akkor válaszolj a kérdésre. Hát igen, megforgatja bennem a kést, ez nem esik jól. Hát igen, de ez a dolga. Húz egyet. Te jössz benne. Ott én egy olyan rossz könyvet adott kiesésem után. Ott a szálláson kaptam te egy könyvet. Nem mondtam. Életem legszorabb 400 oldalon. Benő, te jössz. Late Night Benő Show. Na. Jaj. Az nem az ének. Ez sikerült. Melyik a legjobb pasi a verseny? Egy nevet kell mondani indoklással. Indoklása nagyon fontos. A Bálintból szerintem sokkal jobb pasi lesz, mint mondjuk a Krisztiánból most van. Alapján. Szerencsére indokolni. A Krisztián jól néz ki, jó kis teste van meg. De a Bálintból is jó faszi lesz. Csak hát Bálint még nem érett meg annyira. De amúgy mi nem érett még meg rajta? Hát mondjuk ez jó kérdés, mert
irigyelni való arcszörzete van, tehát nekem ilyen kis p***a kefek körülbelül. Akárhogy nőtt össze-vissza, de hát még Bálint még gyerek, de kis csinos kölök mondom. Jaj, az Istenért se fogja Lilla kihúzni ezt a kártyát, pedig neki lenne akár aktuális. Volt-e beceneved a műsorban? Szerintem ezt én berakom az ajára. Húzz egy másikat. Húzzak egy kéket. A műsorvezetőnek meghatározó szerepe van az adásban. Mostantól Gerencsér Timi hangján kell beszélned. Ha nő vagy, akkor Palik László hangján. Egész ameddig újra sorra nem kerülsz. De hogy beszél Gerencsét? Ez így az amúgy jó, figyelj, ha így folytatod, de szerintem ez mindenkinek. Nagyon idegesítő, szóval egy ilyen. Te Benny! A kézmozdulattal sokat lehet rajta javítani. De figyelj már! De én nem szólok meg, és akkor kiáltottam a kártyámat. De nem utálj, úgyhogy tényleg becsülettel. Jó. Én most kérdésre fogok válaszolni. Mit utálsz a legjobban Palik Lászlóban? Jó. Mit utálok Palik Lászlóban? Azt nem mondtad az semmit. Jó volt. Hát talán igen, amit mert Lilla is mondott, hogy így a karaktere és a vehemenciája, nem is tudom. Hát, így, igen. És nekem nem itt a fizikai oldalról, hanem például ahogy közölte velem, hogy vége a játékom. Mm. És akkor azt mondhatom, hogy Dani, nincs mit szépíteni, egyszer vége. Az nyers volt. Na, az nyers volt. Az nagyon. Tehát azt úgy odavágta, hogy tényleg ott nem volt körítés, hogy amúgy jaj, nagyon ügyes vagy, meg lehet, hogy egy kicsit. Dani, vége van. Úgyhogy én is ezt tudom az csak mi nekünk kiemelni. Is fájt. De ott ilyen vegyes érzések voltak akkor, hogy jó is, meg rossz is végül is, mert én csak tévén keresztül néztem vissza a búcsúdat, és ott tényleg olyan megható őszinte volt. Teljesen, ez látszott is, hogy nem voltam rá felkészülve, kicsit habogtam az elején. Igen, a játékra gondoltam, hogy olyan szempontból nagyon rossz volt, hogy vége, de amit mondasz, hogy közben meg egy nagyon jó érzést töltött el azzal, hogy hazajöttem a kis családomhoz, úgyhogy hát ez egy kemény volt az Lacitól hallani, és ez nyilván ez mindig így a rossz érzések között azért az ott marad egy ideig, hogy ott ezt ő mondta ki, és ahogy kimondta, de igazából tényleg nem volt rajta mit szépíteni. És ökölbe szorult a kezed, amikor így kimondta? Nem, de mint hogyha egy gyomron vágtak volna. Mm. Ha Laci adott volna egy gyomrost, amikor így azt mondja, és behúzta, és na azzal a lendülettel adott egy öklöt. Egy mankóval együtt, nem. Ja, úgyhogy ez. Lilla, te jössz. Még egy kör. Nem élvezed, Lilla? Mit húztam az elő? Pirosat? Nem tudjuk. Benitől kérdezzetek már. Tényleg, neked még mindig olyan fura hangon kell beszélned? Ja, igen, kerülök újra sajra. Hú. És? Kínos. Sokan az Instán követik a versennyel kapcsolatos történéseket. Olvasd fel 3 kommentet az utolsó Exatlonnal kapcsolatos Insta posztod alól. Hoppá! Na most kiderül, hogy van-e rossz akaród. Tudja, hogy a 10%-ot fogod a 90%-ból. Nem valószínű. Benni, neked szoktak egyébként negatív kommentek érkezni a képeid alá? Uh-huh. És mik például? Inkább nem is mondom. Csupa nagybetűkkel, nagyon ügyes boltál, Lilla, kedvencem boltál, fel a fejjel, és mindig előre. Jaj, na jó, van akkor, de látszik, hogy tényleg támogatnak akkor. Igen, nagyon kedvesek. Sokan írtak nagyon egyébként. Végig tudtad görgetni Instán az üzeneteket? Nem tudtam. A nagy részét nem tölti be, úgyhogy megpróbáltam, de nem tudtam. Nagy kép. Jaj. Tudod, Benő. Mindig elfelejtem, hogy hallani. Végére értél, Benő, fél óra alatt? Új. Lilla, melyiket húzza? Onnan? Azt? Bekeverted? A versenyben is fontos a kommunikáció. Hívd fel a 6. embert a hívás listádba. Aj, de jó! Ki, hogy sokat gondoltál rá, na, miközben a műsorban volt. Ez tuti nagyon jó. Tehát a hívás lista az a... Aha. Na, ki a 6? Izgi. Egy szaktársam egyébként. Ráesett a válasz. Szósz. Na, csáó. Bocs, csak el akartam mondani, hogy nagyon hiányoztam, mi kint voltam. Az. Tehát... Köszi, de is. Ugye, fölkeltettelek?
Nem, filmet nézünk. Arra úgy csak tényleg bekapcsoltam én is a tévét, és eszembe jutottál így egyből. Bocs, hogy felhívtalak, csak valakinek így meg kell vigasztalni most. De mi van? Nem tudom, hát nem bírom földolgozni, hogy kiestem ebből a versenyből. Hát most... Bocsi, csak itt a kecske a háttérben. Ja, igen, hallom, csak nem Lillának hívják azt a kecske. Nem... Nem, Ati egyébként, tehát felelsz, vagy merceztünk itt a Nagyékkal és Lillával, és ez volt a feladatom, hogy a hatodik embert a hívás listából föl kellett hívnom. Uh-huh. Ezt nem hiszem. És hát te lettél az. Na, akkor most benne leszek a podcastben. Nem, ez ki lesz vágva az egész, mert unalmas voltál. Úgyhogy felhívjuk a hetedik. Tessék? Ez az egyik hibám. Igen. Na, Ati, jó éjszakát kívánok. Nektek meg jó játékot. Milyen jó játékot? Ja, hogy izé játék. Jó. Szia, Ati. Ah, nem hiszem el, hogy van még egy Benő nem mentalitása, ahogy beszél, ugyanolyannak képzelem el, mintha Benő lett volna. Ati egy kétméteres állat. Na jó, akkor nem úgy értve, mentalitásra. Igen, hasonló. Nagyon jó, kijövünk. Mák, hogy alatta már a mamám volt a hívás. Kaptam. Na, Benni, húzz egy kártyát. Legyen kék. Az Exatlan egy drámai műsor, énekeld el a főcíméből a kórus részt, másik. Az éneklés mindenki skippeli. Nincs kedvem. Ott Hungaryt vagy Mandarint mond? Mandarint. Na, legyen már, próbáld már meg csak az elejét. Exatlan. Mandarin. Aj, meg ki... is lettél volna, látod, ennyit kellett volna. Jó, Most már. De volt már, hogy ki az, akivel többet is el tudnék képzelni. Szerintem ebben menjünk bele még egyszer. Igen, mert ez ilyen már nem tudjuk, egyértelmű. Hogy, tudjuk, jó, hogy kerültem. Már Andrissal már igen. Kivel tudnám még többet elképzelni? Jó, legyen az, hogy én nagyon tehetségesnek tartom a Bálintnak a művészi oldalát, és nagyon jó képeket lő, és szeretnék tőle. Tehát, hogy munkaviszonyba lépnél vele. Így azzal, van. Hogy csinálhatná neked Instagramra a fényképeket. Nem. Én szeretnék tőle tanulni, mert mindig automatán használom a fényképezőmet, meg a kameráimat. Meg az autót is. és jó lenne megtanulni, úgyhogy vele tudnék többet is elképzelni. Jó, értettük. Milyen színűt húzzak szerintetek záró színnek? Szerintem mind a kettőből egyet. Szerintem maradj hű a kékhez. Szerintem is. Jó, akkor kék. Lilla, ez az én ötletem volt, nem mondt ilyen. Nem már! Sportban vannak nyertesek és vesztesek. Tedd ki Instára, hogy egy lúzer vagy. Két lúzer is lett a hajadásba. Legyen, hát akkor lúzer vagyok, gyártok majd valami nagyon jó posztot. És... várjátok meg, nézzétek meg Instán, hogy becsülettel kiraktam-e. Na... reméljük, hogy tetszett nektek ez a formátum, ez a kis játék. Mi nagyon élveztük, és jelezzétek. Ha van egyéb ötletetek játékra, írjátok le kommentben, és nagyon szépen köszönjük, hogy végignéztétek, és nektek meg, hogy itt voltatok. És mi is köszönjük. Köszönjük szépen a meghívást. Köszi, hogy jöttetek, és mindenkinek a figyelmet. Hamarosan érkezünk az Exatlonról szakszerűen következő epizódjával, és hát sziasztok! Sziasztok!